Egy-egy szál virággal vagy koszorúval érkeztek ma délelőtt az emlékezők a református öreg temetőbe. Már hagyomány, hogy a nemzeti ünnepen lerúják kegyeletüket a forradalom és szabadságharc Cegléden nyugvó résztvevőinek emléke előtt. A 48-as honvédsíroknál a város részéről Hegedűs Ágota alpolgármester helyezte el a tiszteletvirágait, de a képviselőtestület tagjai, diákok, iskolavezetők és a leszármazottak is fejet hajtottak. A város lelkészei egy-egy igével tisztelegtek a hősök előtt. A református öreg temető mellett a Kálvária temetőben és az újvárosi temetőben nyugvó honvédek sírjaihoz is ellátogattak az emlékezők.